A mérkőzés előtt egy győzelemmel álló pécsiek ellen jól kezdtek a cápák, de az első negyed végén már a hazaiak vezettek 8 ponttal. A nagy szünetig egy pontot dolgozott le hátrányából a vendégcsapat, a harmadik negyedben pedig újabb egy ponttal csökkent a különbség. A záró 10 percnek így 6 pontos hazai vezetésnél vágtak neki a csapatok. Ekkor sebességet váltott a Blue Sharks, és a 28 pontig jutó Tóth Gergely, a 24 pontot szerző Czura Attila, a 22 pontos Bazsó Bruno és a 11 gólpassz kiosztó Busz Iván vezéletével maguk javára fordították a mérkőzést a vendégek. A Pécs úgy gondolom, hogy hazai pályán nagyon jól és eredményesen játszott. Ráadásul a mérkőzésen a jó kezdésünk után egy picit vissza is esztünk. Azt hiszem, hogy úgy gondoltuk, hogy az első néhány perc után simán meg lesz ez a találkozó, aztán a Pécs átvette a vezetést, és már komoly különbséggel vezetett az első fél időben, amit nagyon nagy küzdelmes munka árán tudtunk csak ledolgozni. Kellett keresni egy picit, hogy melyik az ötös, amelyik a leghatékonyabban tud küzdeni az ellenfél ellen, de azt hiszem, hogy a meccs végére, vagy a második fél időre azért sikerült megtalálni azokat a játékosokat, akik pozitívan tudtak hozzátenni ehhez a mérkőzéshez vasárnap este. A kékcápák harmadik idegenbeli győzelmüket aratták a bajnokságban. Sitko Ernő arról is beszélt, hogy rátalálta a csapat arra az útra, amilyet a szakmai stáb kijelölt számára. A negyedik negyedben igen. Az olyan volt, ami ennek lennie kellett. Okosan, fegyelmezetten lejátszottuk azokat a játékokat, amikkel azokat a területeket tudtuk hangsúlyozni, ahol mi előnyben voltunk az ellenféllel szemben. Viszont a mérkőzés többi szakaszában még mindig nem azt nyújtottuk, amit szeretnénk. Úgy gondolom, hogy ha úgy kezdjük el a mérkőzést, ahogyan azt a negyedik negyedben tettük, akkor már az első negyedben, vagy az első fél időben el tudunk dönteni ilyen találkozókat. Erre rá kell ébrednünk, és ezen még lépni kell, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjak hasonlatot, hogy mire gondolok. Gondolom, sokan látták a Juventus-Manchester United elleni mérkőzését, ahol a Juventus egyértelmű fölényben volt, mégis nem ők nyertek. Nekünk is meg kell tanulni azt, hogy amikor fölényben vagyunk, akkor érvényesíteni kell az erőfölényünket, és be kell húzni a mérkőzéseket kegyetlenül. A 8. forduló további eredményei a következők: Oroszlány Miskolc 74-72, Bonyhád Nagykőrös 69-72, Budapesti Honvéd BKG Prímese 67-76, Veszprém MTK Török Bálint 81-56 és Békés Vasas Akadémia 76-86. A Budafok MAFC meccset kedden játsszák. A tabella élén a 100%-os Veszprém áll megelőzve a 7-1-es mutatóval rendelkező Oroszlányt. A 6 győzelemmel és 2 vereséggel álló Nyíregyháza Brúsár az 5. helyen várja a jövő hétvégi folytatást.